Hihetetlen kimondani, de 20 évvel ezelőtt mutatták be a Ponyva regényt, a 90-es évek kultuszfilmjét. Az akkori kamaszok megkerülhetetlen filmjét, szerintem mindenki látta, vagy van róla véleménye. Most nézzünk meg egy ikonikus jelenetet, utána pedig a főszereplő John Travolta magyar hangjával, Széles Lászlóval és Nára Jenikával, valamint Lavicska Zsuzsannával, az Origo Filmklub egyik szerzőjével nosztalgiázunk. Vendégeink Széles László színész, aki a Ponyva regény főszereplőjének, John Travoltának magyar hangja volt, Nára Erika színész, aki szintén a filmem egyik mellékszereplőjének kölcsönözte hangját, és Lavicska Zsuzsanna, az Origo Filmklub szerzője. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt. Hát ez az egyik legmaradandóbb jelenet ebből az egész filmből, ugye Waterman-nek és John Travoltának a tánca, de hát vannak benne azért olyan jelenetek is, amik azért nagyon komoly szöveg élményt raktak a fejünkbe, égettek a retinánkba, hogy így mondanám. De nektek milyen élmény volt a filmben dolgozni? Hát az az igazság, hogy jó filmben örömszink, nagyon örömszinkronizálni. Akkor még nem ismertük, váratlan műfajteremtő film, tehát... És nem tudhattad előre, hogy fogják fogadni, tehát azt mondani egyáltalán... róla, hogy jó film, amikor még senki nem rajongott érte? Nem, egyáltalán nem. Na, de hát az első pillanatban látszott, hogy ott mászkálnak a néger, a Gáti Oszívjóval csináltuk a jelenetet, szóval ez a... Lazán megyünk és beszélgetünk a sajtos rovájáról, meg a francia negyed fontosról, hogy mit csinál, és közben mennek gyilkolni. Szóval. És közben tényleg ez semmi félelmetesség, ez egy életérzés, amerikai szép életérzés. Hogy most már ez olyan természetessé vált, hogy megyünk és lövünk. Hogy felítettetek, hogy volt a magyar szinkronban a Big Mac, nem ez a Le Big Mac? Ezt így van, Le Big Mac. Erika, te kit alakítottál bennem? Képzeld, hogy fogalmam sincs. Amikor szóltatok, hogy a Ponyva regény, és mondtam, jaj, de klassz, imádom, és nem emlékeztem rá, hogy én ebben szinkronizáltam, ugyanis valószínű, amikor csináltuk, akkor ez még ugye nem volt kultfilm, hogy úgy mondjam, mert nem tudtuk, hogy az lesz, és utána én emlékeim szerint angolul láttam még, és teljesen elfelejtettem, hogy én ebben szerepeltem. És akkor két szinkronizáltál. Fogalmam nincs, de a Zsuzsi mindjárt megmondja. Már is nézem, Trudi volt. Igen? Trudi voltál, drága. Trudi. Így már sokat mondsz. De megfogom, Istenemre mondom, úgyis, hogy Kamillának néznie kell most már ezeket a filmeket, és akkor most ezt... Hány éves? 15. Úgyhogy most már lassan rámegyünk erre a... Abszolút. Hát nézd, a Szarvasvadász már megvolt, meg a Sophie választása, akkor ez már simán jöhet. Akkor ezt belefér. Egyértelmű volt a Kutyaszorító után, hogy ebből igazi kultfilm ez? Ugye Magyarországra egy év késéssel érkezett meg, tehát egy év késéssel mutatták be, és akkor például Angliában már egy éve a mozikban vetítették, és nagyon nagy kultusza volt. Tehát mondjuk a filmrajongók nagyon várták, és igen, ott egyértelmű volt. Mit tudunk a film elkészítésének a hátteréről? Mert ez idézőjelesen, de ez az 5 forintos filmje volt szintén Tarantinónak, tehát sok pénzében nem került, viszont rengeteg pénzt hozott a konyhára. Igen, hát ugye ő maga írta a forgatókönyvet, ez ugyanígy volt a Kutyaszorítóban is. Akkoriban azért nagyon sokan segítettek neki, tehát meglátták benne azt a zsenit, amivel ő képes írni és rendezni is. Úgyhogy szerencséje is volt ebből a szempontból. És hát igen, a Kutyaszorítóban után azért már valamivel könnyebb volt. A szinkron színészek gyakran mesélik azt, vagy azok a színészek, akik gyakran szinkronizálnak, hogy ha élik így az életüket a civil életben, akkor így kapásból, nem tudom, egy szerepet raknak mellé, ha felismerik a hangjukat. A Ponyva regény után volt ilyen élményetek? Ó, még most is. Még most is.
Tehát, hogyha találkozol emberekkel, akkor jönnek a sajtosra, meg puskát kellett volna hozni. Igen. Egy csomó, igen. De gondolom ez azért a ti életetekben olyan munka, nem Erika, még akkor is, hogyha erre nem nagyon emlékeztél, hogy kit kellett szinkronizálni, hogy a szinkronszínész vagy a színésznek a polcán, mint ugye a referencia, az biztos, hogy az első helyen áll. Persze, ezek az ilyen típusú filmek mindenképpen, függetlenül attól, hogy az ember mekkora szerepet csinált benne, ezek időnként fontosabbak, mint adott esetben egy megasorozat, ami hát favágás, most mondom, tehát hogy csinálja az ember, és hát vannak olyan munkák, amik a szíve csücskezem, még akkor is, még egyszer mondom, hogyha csak ekkora volt, és persze, hogy odaírnám, na ne, fogalmam nincs, de azért odaírnám, hogy ott van a ponyvaregényben is szerepel. De például ennél láthattátok egészben a filmet, vagy tényleg csak azokat a jeleneteket tudtátok, vagy kellett egyben szinkronizálni, amire aznap megvolt a menetrend? Mert tehát én szerintem ez biztosan egy olyan film, aminél azt kéred, könyörögsz, hogy hadd nézd végig. Igen, sajnos erre akkor még amúgy is lassabban ment a munka, akkor még nem volt digitális technika, akkor még rendes ilyen szalagokra szinkronizáltunk, úgynevezett tekercsekre, onnan van ez a kifejezés. És hát sajnos nem, arra már nem volt idő, az még egy még korábbi hőskor volt, hogy egy nappal előtte megnézték az egész filmet a színészek, és akkor Ilyenben mi már nem vettünk részt, de nekünk még volt az iskolában, nekünk még volt szinkron oktatásunk. Uh-huh. Tehát nem az utcáról estünk be, hanem rendes kétoldalas, egy tekercs, két oldal Shakespeare, Shakespeare szövegeket. Zsuzsi, 20 éve töretlen ennek a filmnek a sikere. Lehet ilyenkor egy filmkritikus tud bármi receptúrát mondani erre, hogy ez miért van így? Hát én azt mondanám, hogy Tarantino azt tette, hogy fogyaszthatóvá és befogadhatóvá tett olyan művészfilmes elemeket, amit előtte kevésbé viseltek el a nézők. Tehát azon kívül pedig ő filmrajongó, rengeteg filmet látott, és pontosan tudja, hogy mit szeret egy átlagos filmnéző. Rengeteg pornófilmet is látott. Én sokféle filmet. Igen, tehát azért ezek visszaköszönnek rá, teljesen akár a ponyvaregényben is. A filmtörténetben talán ő az egyik ilyen ikonikus forgatókönyvíró és rendező, aki az erőszakos cselekményeket úgy tudta vászonra vinni, hogy azon gyakorta röhögtünk, tehát nem elborzadtunk, megrejettünk, megrémültünk, hanem... Ugye nem szorong az ember, amikor néz egy mennyi vér van a filmjeiben, hát egy őrület. Sokkal kevesebb vértől az ember föláll is azt mondja, hát amikor hogy hívják, Bénának hívják a magyar szinkronban, a Bring Out the Game, igen, és akkor kijön hát a golyóval a szájában. Hát ez. Na, csak... egyébként, ahogy kezdted ezt a beszélgetést, hogy ez egyik legikonikusabb jelenet, ez a tánc, gyakorlatilag szerintem ebből a filmben nem tudunk olyan jelenetet mondani, ami ne vált volna valami ilyet, így van ikonikusság. Jó, hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük. Figyeljetek, azt mondom nektek, 20 év múlva találkozunk ismét, és akkor... És a akkor már meg tudom majd mondani, hogy ki van. Erika addig utána néz, igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.